Bernát. Dombinak. Volt kivillenti az egyensúlyából Dombi. Jön Nagy Dániel, őt is becsapja. Dombi, ez 11-es. Ez most nem hülyeség. És Koller Ákos feltépi onnan a földről szinte Moldávidot. Annyira dühös rá a csapatkapitány. Nagy butaságot csinált, hozzá kell tennem. Ez egészen elképesztő. Nem elég, hogy becsapta ott Dombi és maga mögött, hogy egyébként nem az első hibája volt volna. Ez itt már Nagy Dániel becsapása volt Dombi által. És ott jön Moll. Egyértelmű. Belépett elé Dombi, ahogy tanítják a támadóknak. Összeakasztotta a lábát. Igen, nagyon jól csinálta Dombi. Persze abban a szituációban nem kellett volna még bántani. Horváth Gábor próbál még zavart kelteni ott. A büntető elvégzése előtt Cvitkovic lögdöste el onnan. Egyébként nem Cvitkovic lövi majd a 11-est, hanem Takács Zoltán. Mert ugye ezt a büntetőt nem volt elég kiharcolni, be is kellene lőni a továbbjutás érdekében. És még akkor is lesz hátra egyébként egy-két perc. Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási bravúrjai, és van még egy! Aztán egy micsoda öngól! Hát ez hihetetlen, Gyurica, ez nem igaz. Hát ilyet nem nagyon lehet látni. Koller leveszi a csapatkapitányi karszalagot, és elindul az öltöző felé. Ő neki nincs kedve folytatni. Hát hihetetlen, érdemes lenne végignézni a fehérvári játékosokat most egyesével. Sitko a felező vonalon ül, mások a 16-osnál, és mindannyian a fejüket fogják, legalábbis a rutinosabb labdarúgók közül. Többenet. Ők még ilyet nem nagyon láttak, talán egyszer az Újpest pályán valami hasonlót Tokodi Tibortól, szegénytől. Ez hihetetlen. De vajon mi lehetett az elképzelése Gyuricának? Nem tudom, hol akarta rúgni a labdát. Atyavilág, hát így nem lesz belőle alapember Fehérváron. Hát ez valószínűleg meghatározza majd a pályafutását, bár hát nem kívánom neki, de nagy butaság volt a részéről. Aztán meg egy jó lövést eresztett meg, lehet, hogy mondjuk mellé ment volna, de Horvátot találta telibe.